Sziasztok! Nightlord vagyok és találkozunk egy újabb klánháborús videóval, ugyanis van egy némi mesélni való, egy kis érdekesség nektek, ugyanis láthatjátok, hogy új faluba vagyok, ami azért van, mert a régi akkontomat sajnos valamiért nem tudtuk meg működőképessé bírni, az Itilord akkontomat, és emiatt úgymond lelokkolt a játék, tehát kérte a frissítő kódot, tudjátok, hogy erősítse meg az e-mail címet, blá 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 szöveg, és ez nem jött meg sehogy se, és a support sem nagyon volt hajlandó segíteni rajtam, úgyhogy úgy döntöttem, egy új akkontot fogok használni. Nem új az akkont, amúgy ezt még V40-en döntöttük volt el, hogy lesz majd egy totál új, mindenki totál új akkonttal megy, és akkor végül nem az történt. Én ezt az akkontot már akkor megcsináltam, és nem használtam semmire. Úgyhogy megmaradt ez az akkont, ez a No Limit akkont. És akkor úgy voltam vele, hogy oké, akkor csináljuk azzal. És azért nem volt eddig videó, mert nekiálltam és újra csináltam a falut. Sokkal hamarabb, sokkal jobban odafigyelve. És most megint ott vagyok, hogy ugye, sőt már ott vagyok, hogy csinálhatom a könnyű lovat, ami hamarosan meg is lesz, ugyanis jönnek befele a nyesi. Kérdeztetnétek, hogy honnan van PF-em, tehát premium pontom, PP-m, egyszerű, B44-en. Ugye ez a szerver most nyílt, és jön is befele szépen a premium pont, ugye itten most nagyon olcsón lehet nagyon sok premium ponthoz hozzájutni, tehát ilyen 650 vasért például kapsz 10 PP-t, ami meg nem is rossz arány. Úgyhogy nagyon rá lehet gyúrni, főleg így az elején, úgyhogy ez így nagyon jó nekem, sőt, hogy van lovag, meg minden, meg erősítés, meg gyorszervel, hogy hamarosan tudok kapni annyi PP-t, amit bele fogok fektetni majd ennek a falunak a fejlesztésébe. Na már most mondtam, voltak ugye érdekességek is, ugyanis amíg úgymond láttam, azt látszott ugye, hogy támadásom jön be, pontosabban 10 darab támadásom jött be, amire nagyon meglepődtem, amikor én ugye úgymond be akartam lépni az akkontomba, és amúgy érdekesség, hogy pont egy körülbelül egy olyan óra telt el a lejárt, a kezdővidem lejárt után, és már volt 10 bejövöm. Szóval én nem akarok gyanúsítani, vagy gyanakodni, vagy bármi, de úgy tűnik nekem, hogy valaki nagyon is szándékosan, tehát pára rámijöttek, amúgy lehet a véletlen művek, lámogodva semmi se kőbevésre, tehát sok minden fura dolog előfordulhat, és én csak úgy néztem, hogy what the fuck, úgyhogy nem is bántam, hogy elkerültem arról a területről őszintén szóval, mert elég szarhánya voltam. Itt legalább annyi a szerencsém, hogy startból 3 barbár falu van mellettem, meg még itt van egy csomó, és rengeteg barbár falu van, amit majd fogok tudni foglalni, szóval, bocsánat, én is foglalni, de hülye vagyok, farmolni, ami azt jelenti, hogy nagyon jó kis pusztot tudok magamnak adni, főleg, hogyha sikerül minél egy tisztességes sereget összeszednem, ugye az kezdővédelem lejártáig, ami most úgy, hogy van piacolási lehetőségem, és nagyon reális, ugyanis a V43-on ugye a premium tőzsde az fullbadukig van, szóval annyit tudok venni, amennyi éppenséggel jól esik. Most azt is csinálom, hogy húzogatom fel szerre a raktárat, hogy minél többet tudjak bézsakmányolni belőle, még amíg ezt lehet. Ugye majd kelleni fog a könnyű vashoz, rengeteg vas, főleg. És az úgy körülbelül már tudom, hogy abból nem lesz hiány, már erre a szintre már elég sok emberkének van vas töblete, a legtöbb embernek vas töblete van, és hogyha lássák, hogy valaki veszi, szinte azonnal nyomják vissza a vasat, úgyhogy no problem. Az istállót is majd fel kell gyúrjon valahogy, kicsit nagyobbra. Egyelőre most kifejlesztem a lovast, már azért azt kell a legtöbben. Érdekes, hogy kaptam egy 10%-os toborzást, ami nagyon jó fog jönni. És azt fogom csinálni, hogy gyúrom majd befele a lovas, könnyű lovasokat, amennyit lehet, és akkor nekiállunk farmolni. És be is fogok aktiválni majd egy 30 napos farmkezelőt. 30 napra meghosszabbítom, az egyelőre elég lesz, és akkor majd úgy összegyűjtök, mit tudom én, 200 PP-t, ami ugye egy jó darabig elég lesz farmkezelőre, mert az főleg az elején nagyon kell, és akkor nekiállok brutálisan farmolni.
Remélem, hogy egy olyan 3-400 könnyű lovast a kezdővédelemre jártáig össze tudok hozni, ami nem egy irreális. Tehát ennél többet is össze tudtam hozni a Rocco úrról, amikor még kezdtem a V41-et, szóval nem parázok miatta. De elválik most lassacskán. Annyira szerencsém, hogy most már nem kell ugye a bányákra hagyatkozzak, ugye a másiknál az volt nagyon a baj, hogy a bányákra kellett főleg hagyatkozzak, mert tényleg nagyon brutálisan lassan ment ott a dolog. De itt nagyon szépeket lehet farmolni. Nézzétek meg, szóval fullba elhoztak mindent, amit lehetett. És még maradt is a faluba. És ilyen szép farmok jönnek. Tehát jó kicsike számok, meg kicsike számok így az elején, de nagyon szép farmok. Tehát ahhoz képest, hogy most kezdtem itt a szélén, az egy nagyon szép összeg. Úgyhogy most mindenképp azt akarom, hogy rágyúrok a dolgokra, és hát, hogyha minél hamarabb nemest tudok szerezni. És akkor menjünk ezzel a stratégiával. Itt annyi a baj, amit kicsit hátránynak látok, az az, hogy lemaradtam. Volt ugye ez a az event, amin tudtatok érdekességeket szerezni, ugye ingyen nemes, ingyen ez, ingyen az, aki ügyesebb volt. Na most erről fel az akonttal lemaradtam, ami elég sajnálatos, mert jó lett volna, hogyha az első nemesemet ingyen tudtam volna megszerezni, vagy legalább tudtam volna egy ládát szerezni, amit mit tudom én, majd 10 falunál beváltok. Habár én mindig azt mondom, hogy ha nincsen sok falud, akkor az ingyen nemes, ami jobban megéri, ha meg sok falud van, akkor a láda, mert nyilván 300 falud van és kapsz 300 aranyért, mert ez nem egyenlő egy nemesnek az árával, de így kicsikenként az az egy aranyérm, amit esetleg kapsz, az picsa, szó szerint, tehát nem ér sokat. Úgyhogy ha kicsike vagy, én azt mondom, hogy és szükséged van a nemest, akkor válaszd a selleget, hogyha még nagy vagy, akkor válaszd a ládát, mert avval jobban jársz, ugye. Tehát kisebbként is választhatod a ládát, csak sajnos az a helyzet, hogy nem fogod most felhasználni, nem sokkal később. Ugye annak az a lénye, hogy minél több falud legyen. Ugye itt van az, amit nem vettem figyelembe, a templom, illetve nem csak templom van, hanem van őrtorony rendszer is, aminek annyira nem is örvendek, de mégis. Ugye a templom egyrészt azért jó, azt hiszem erről már volt szó, de azért most legyen még egyszer szó. Egy bizonyos körön belül, tehát ugye ezen a körön belül, te ha foglalsz, akkor 100%-os a teljesítményed, tehát ez barbár falul amúgy nem vonatkozik, de 100%-osan támadsz minden fajjal, mintha normális lenne. Viszont ha azon kívül mész, akkor van egy olyan dolog, hogy esik 50%-ra az úgymond vallásosság, tehát a támadó értéket. Plusz még a morál, ugye, amit hozzá kell venni. Tehát a morálod is úgy esik, hogyha kisebbet támasz náladnál, akkor kevesebb a morál, ha nagyobbat, akkor nagyobb a morál, nem mindig. Hát az a jó ebben, hogy ez egy biztonsági zóna végül is, ugyanis aki itt van és nagyobb, nem feltétlenül fog egyből téged támadni, hiába vagy te sokkal kisebb, ugyanis ő fele akkora morálra és lehetőleg negyed akkora, fele akkora vallásra és lehetőleg negyed akkora morálra támad. Tehát itt ugye az történik, hogy kicsit úgymond kapsz egy ilyen lélegző zónát, úgymond, hogy így a környékeden már úgy körülbelül be tud lőni, hogy ki támadhat téged, illetve ki nem. Például ezt már tudom, hogy ez már nagyon nem tud engem támadni, mert eléggé a sarkába vagyok. Tehát hogyha én veszem a sajátomat, neki valahol itt van a védelmi zónája, tehát itt van a zónája, amiben én nem érek be. Bohócnak meg már itt vagyok a sarkába, tehát ő sem nagyon fog engem ütni. Persze attól meg eset, hogy megtámad, de nyilván akkor tudni fogja, hogy számítania kell arra, hogy neki csak annyi, mint a fele, annyi egységet küldene. Akitől inkább félnem kell, az Rajmisi 81, aki a leginkább nyomja itt a környékemen, meg hát úgy körülbelül ennyi. Tehát ez a jó, tehát most itt van egy ember, akitől konkrétan a közelemben van és félnem kéne. Neki már nem esek bele a hatókörébe, és nekik se. De később persze bele fogok esni, hogyha arra fele fogok foglalni, de az nyilván már más falu lesz, védőfalu, úgyhogy az ön miatt nem aggódok. Rajmis, én azt vettem észre, hogy nem fejlődik, tehát ugye ez a tegnap csináltam, vagy tegnap előtt? Várjátok, már a szombat van. Tegnap előtt, mintha csináltam volna az akontot, bocsánat,
világon a falucskát, és meg sem mozdult a pontszáma, úgyhogy két dologra gyanakszok, vagy farmolják, vagy fejlődő seregre gyűjt, vagy nem tudom, vagy nem online, tehát nem tudom, meg van szűve ő létezni, ha bár eléggé jól állna is, mert van itt négy barbár faluja, amit tudna fosztogatni, és meg itt a harább jobb bár, de hát úgy tűnik, hogy ő nem akar, tehát egyedül ő maradt, őt majd lecsekkoljuk, amikor már annyira erősek leszünk, hogy azt mondjuk, hogy ez még belefér. Szóval igen, ez van, a másik akontom az megszűnt létezni, itt van egy jó kis 600 pontos barbár falu, bár szerintem azt is már szanaszéjjel farmolják, és lesecskán még úgy látszik, nem vették észre a farmokat, mert ebből volt ez a farmom, és megjelent már ez a kettő. Úgyhogy úgy látszik, ezt nagyon még nem vették észre, ugyanis én ma üritgettem azt a két farmot, és totál sutkára voltak tömve, amire gyanakszok, hogy még nem vették észre, biztos csak farmkezelőben nyomják be, amit kell és kész, de ez biztos, hogy előbb-utóbb változni fog, és ők is le lesznek majd degradálva, de emiatt nem félek már, úgyis remélem, hogy kész lesz a könnyű lovas sereg, és akkor én is be tudok merészkedni a nagy mezőkre ide, és akkor tudok majd rendszeresen farmolni. Én általában úgy vagyok vele, hogy a kis falukra ilyen 5 könnyű lovas szoktam küldeni, 10-et az ilyen 300 pont felettiekre, 15-et az ilyen 500 pont felettiekre, és ezt 1000 pontosokra már szinte a 25-öt, sőt néha az 50-et is rá kell küldeni, ugye már az 1000 pont körülben általában előfordul a fal, és ugye az elég sokban hátráltat téged, ugye, elsősorban azért meg kinyírja a katonáid. Több oka van amúgy annak, hogy én miért hozom a raktárat. Ugye mondtam a múltkor a videóban, hogy a 10%-os vagy az 5%-os raktárkapacitás az úgy működik, hogy minél több raktárad, minél nagyobb a raktárad, annál több nyersit kapsz. Itt két okom is van húzni most a raktárat, azért is raktam most be. Egyrészt azért, mert ugye el kell férjen majd a nyersen, ami innen jön. Illetve másrészt azért, hogy tudjam majd felhasználni, amikor odaérek a nemeshez a raktárkapacitást, ugyanis azt fogom csinálni, hogy nézzük csak meg, hogy két is kapok napi jutalmakat. Tehát ugye most volt egy 200-ok, ezeket elhasználtam, mert egy 2%-osokat nem szoktam megtartani. De már az 5%-ost meg fogom tartani, és a 10%-ost is, tehát ez már 15%-ok raktárkapacitást jelent. Úgyhogy, és még ez itt fog nőni, és amikor mondjuk meg lesz, mit tudom én, vagy 5 darab 10%-oson, vagy 3 darab 10%-oson, az már 30 kányesi, ami már az első aranyérmét üti, vagy akár az első nemesét részét, úgyhogy ezt érdemesebb megfontolni. És én úgy fogom csinálni, hogy amit lehet, azt fogom nyomni PP-ből. Ugye ingyen PP végül is, mert V44-en nagyon jól adja a PP-t. Csak kéne még 20-ak a piacon legalább 5-ös vagy 10-esig. Főleg amíg ilyen kicsik, addig érdemes nyomni kifele. Az azért, hogy amikor megnő, úgymond már lesz 6-700 egy, akkor már annyira nem olyan faja, és le is fog lassulni, de egy az elején simán összehozható napi 2-300 pp is akár. Ez függ a falut felszereltségétől is. Mindenesetre én javaslom azt, hogy nyomjátok V41-et, hogyha most tehetitek, mert megéri. Ja, ezért nem jöttek még vissza a katonáim? Ja nem, 4 perc múlva érnek oda. És nyomjátok itt a dolgokat, mert megéri. Lehet pp-zni, és akkor régebbi világban ezt bele lehet forgatni. Ugye ennyi előnyöd van egy régebbi világgal. Tehát kérdeztétek, hogy V43-at megéri-e kezdeni, vagy menjetek a V44-re. Hát a V43-at ilyen szinten éri meg kezdeni, hogyha bemész V44-re pp-zni is. Ugyanis itt most a kezdésnek nagyon jó be tudsz tankolni nyersanyagból, olcsón, tehát 10 pp 6000 fa, 100 pp 60 000, tehát effektív 4-500 pp-ben megcsináltad a nemest, úgymond, amit nem olyan nehéz összegú beleállni egy ilyen üzén, meg is hívjákon V44-en, tehát egy ilyen pp-s faluval, és javaslom azt, hogy mit tudom én, elértek egy bizonyos szintre, mit tudom én, már megvan 200 könnyű lovasotok, 300, és már úgy rendesen megy a farmogatás, akkor össze egy ilyen 3 napos prémium fiókot beaktiválsz, és akkor feltolod a főhadiszállást 20-asra, a raktárt is, vagy 20-as, 25-ösre, és akkor nyomod felfele az egyebeket, amikkel, ugye Kovács Mihály, stb. És akkor jól állsz. Tehát mondjuk azt is megcsinálhatod, hogy felnyomod 20-asra a főhadit, 25-ösre a raktárat, vagy 20-asra a raktárat, és akkor utána rakosgatod be a Kovács Mihályt, és a többi felesleges extrát,
nyilván mire a tanyáról se feledkezzen meg, azt forgatott serekbe, az is egy megoldás, még nem tudom melyiket fogom választani. Minden esetre elég szar úgy az, hogy V41-en viszont nagyon szarul állok. Olyan szinten szarul állok, gyerekek, hogy szét van húlva ott minden, tehát annyira szét van húlva, hogy az nem igaz. Lehet arról majd csinálni egy külön videót, már megéri azt megnézni, hogy mi történt ott. Tehát én pafára estem, hogy mi van ott. Na mindegy, ennyit szerettem volna mondani. Holnapra már jelentkezem az első könnyű lovasokkal, már hogyha holnap fogok csinálni videót, mert ez a hétvége elég lazulósra sikerült. Pontosabban most 0 óra 40 van, és szerintem ez is már csak ma fog felkerülni délután szerintem. Na most már este biztos nem állok neki, hogy nyugodtassam a gépet a fülemben, még alszok. Úgyhogy ez van. De a jó hír az, hogy megvan az új falu. Nagyobb, mint a régi. Pár ponttal, ugye az a rokkóri, az kisebb. Ott van két... Nem. Az még mindig nagyobb. Ez 292 pontos volt. Összes védelet legyőzték, jó neki. De effektív nem állok rosszabbul, ugyanis ott még nem volt meg a könnyű lovas, illetve a bányák azok nagyobbak voltak nyilván, azért van nagyobb pontszámon, még a raktár. De ugye ott az volt a helyzet, hogy az ugye az ütlőt faluja, az meg pont az volt, hogy rosszabb helyen volt. Tehát nem bántam meg, hogy átköltöztem effektív. Jó, mondjuk külön a gondom van, de akkor is jobb így. Tehát ott nem lett volna annyira releváns, mint itt, tehát nyilván. Jó, mondjuk a telep is azóta egy kicsit változott, tehát láthatjátok, itt a kerültek Bibarvárfaluk a szélére is. Tehát igen, ez az, amit mondtam, hogy meg lehet becsülni, meg kell becsülni, hogy hol maradsz vagy mész így az első napokban, mert ha egy ilyen jó helyre dob be, akkor nagyon jó kezdést tudsz csinálni, viszont hogyha olyan helyre dob be, mint én az előzőben, akkor nagyon meg tudod szívni. Most rengeteg nagyobb játékos volt nagyon közel hozzám, és egy ilyen templomos elrendezésnél meg nagyon kell figyelni a szomszédaidra, ugyanis pont mindig legközelebbről fognak támadni. Tehát akinek itt van a, mondjuk ez a kis Peti, ez nem fog engem támadni, mert nincs értelme neki, ugye, mert neki nincsen ilyen temploma. Ugye ez egy kicsit olyan lassító formaként működik a játékban, ugye mert mindig fel kell áldozni a falut, és jól meg kell választani, hova rakod azt a templomot, mert rengeteg tanyahelyet elvesz, és akkor ki kell a kis bázisokat, csak akkor kicsit másabb, visszafogottabb, megfontoltabb játékmenetet igényel, mint mit tudom én, egy sima játékmenet. Főleg, hogy itt most itt van a torony is, ha bár én azt nem fogom használni, mert én őszintén szóval annak a toronynak így ebben a formában nem látom nagy értelmét, tehát hogy így most úgy az szép és jó, hogy látod a csapatmozgásokat körülötted, de amit kér az az őrtorony, hogy szinte egy komplett falut feláldozol érte, hogy neked ott legyen egy őrtorony, annyit nem ér meg a dolog, szerintem. Tehát egy full támadó vagy full védő falu többet ér. Jó, mondjuk, hogyha van 150-200 falud, és itt-ott a szélein a falu, tudod, hogy itt vagy nagy tömbei falud, és akkor a szélein, mit tudom, ott beraksz egy-két tornyot, az még szép és jó, de ilyen hetből, hogy kipróbáld, de amikor van egy-két vagy öt falud, akkor az öt faludból nem tudsz egyet feláldozni, csak azért, hogy torony legyen. Főleg, ha még templomra is kell gondolj, mert ugye a templom az nagyobb, sokkal hatásosabb, ugyanis neked adja a hűséget, mondod a hitet, hogy mennyire vallásosak az emberek, ha most az 50%-osan vallásosak, akkor cseszheted a faludat, mert még ha 24 ezer egységet is pakolsz bele, akkor is csak 12 ezernek veszi, mert effektív felezi. Ugye 50%, úgyhogy annak nagyobb értelme van. És ugye itt is most meg azt kell majd megtervezni, amikor leszek, hogy 3000 pont fölé, hogy merre fele fogok én terjeszkedni, ugyanis ha arra fele terjeszkedek, ahol vannak a nagyobb és úgymond keményebb játékosok, akkor nagy valószínűséggel az lesz, hogy engem ott le fognak rohanni. Úgyhogy én a következőmet úgy kell kiválasszam, hogy jó legyen, olyan helyre kell ugorok, ahol nem fogok olyan nagyobb játékosokkal ütközni, hogy be nem kéne. De majd meglássuk. Amúgy új klánt is alapítottam, kérdem szépen a broadcastot. Nem broadcastoljuk majd, hogy mi történik a világban. Hát akkor már broadcastoljunk valamit, lássuk, mi van a világban. TG Heaven az első helyen van, Chile a másodikon, és Barcsa MM a harmadikon. 171 ezer ponton, ami 25 falut jelent. Na most, hogy mennyire nehéz 25 falut összehozni,
nem olyan nehéz, hogy őszinte legyek, így főleg ilyen kezdéssel. Tehát most már nem vagyunk még mindig így lemaradva, mint a világ vége. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy világot csak akkor nem érdemes elkezdeni, hogyha az első helyzet már mondjuk az 500 000 pont felett van, akkor már le vagy ki is van nagyon arról a világról, és nem azért, mert az első hely több mint 500 000 pontos, azért, mert a második hely is a fele közelít, és akkor így lefele. Itt láthatjátok, hogy ha 20. akarok is lenni, akkor is csak 6 falut kell elfoglalni, hetet, 6-7 falut, ami még nem a világ vége, tehát azt még könnyen össze lehet hozni. Tehát, hogy mondjam nektek, rövid idő alatt meg tudod ezt, még be tudod hozni ezt a hátrányt, tehát én is itt 200-assával ugrottam az eleinte a ranglistát, tehát nem vagyunk mi elveszve. Tehát, hogyha hamarosan leszek 1000 pontos is, akkor is, hogy tudom én, leszek az 500. helyen kb. Na, nem, leszek az 1000-en. Na igen, valahol ott leszek, 1000-1200, tehát hogy nagyon hamar fel lehet menni a ranglistán. Felek, ha a kontinenset nézem. Lássuk, a kontinensen vagyok a 487-dik, és lássuk, hogy hoppá, nem ez az. Ez is. Egy, lássuk a kontinensen ki az első. Pont az én kontinensen van DJ Heaven. Hát ha nem itt lenne, akkor nem tudom, hol lenne. Hát persze, mondjuk jó, bel van, jó, belül van, de akkor is. Ez van. Egyszer úgy látszik, megnyerte a 28-ast. Elite Warrior-ral. Másodikként érte 10.000 ellenséges egységes győzelmet. Lássuk tisztőség csarnoka. Naptámadója, fosztogatója. Elrejtett, elérték már vagy nem érték el. Hát, hogy így. 17-én érték el a 10, 11 órakor 10.000 pontot. Na, az egy hete volt pont. Szóval nem vagyunk úgy lemaradva, tehát olyan 2-3 hetes maximum lemaradással, ha indulsz 2 hetes el, az még nem a világ vége. És nagyon tud változni sok minden egy-két hét alatt a játékba, de azt meglássuk. Most egyelőre én örvendek, hogy ennyire haladtam. Áll egy alaktál 10-es. 5-5000, 7000, ha lesz ebből összesen. Mondjuk az már jó kezdés. Az sose lesz, meg ezt a támadást bevárom, és akkor ott végezünk is a videóval. Lássuk, hogy állunk. Mondjuk ez a tizedség dobozás, ez jó jött. Ezt úgy adta. Még elkapjak egy eredményt. Jó. Így. Ez már szebb. És akkor itt már termelünk 110-et óránként, tehát 1110 óra alatt, ami elég kevés. A vittös. Lássuk, 1200. Mit mond holnap reggel, amire felkelek, meg lesz? Ó, bőven meg lesz. Na, az nagyon jó. Holnap reggel, amint felkelek, be is rakhatom a... És ma reggel be is rakhatom egy utala. Könnyű most. Na, mit mond? Lássuk, mi érkezett vissza. Nem is rossz. 104-120. Igen, a vasat valahogy nagyon nehezen adja. Nehezebben adja, mint a többit, de nem is baj, az azt majd megoldjuk a... ...prémiumból. Elsupsz, vissza is van tele. Mit hagyja állunk túlvilágon? Lényegben minden. 6-6-1. Nem is rossz. Nincsen, nincs meg ez az lomb, jól. Jó, van a ide is még egy 4%-os legalább. Na, lehet, hogy fellépek V44-re a másik karakter, másikkal is a rokkóval, és ott is szét pp-zem magam. Hát, ha összejön valami. Na, ott már több 900 van már. Minek? Untig elég. 6-6-1. Itt rosszabb a farmi V43-ban, esküszöm. Még itt már másképp működnek a dolgok. Na mindegy. Köszönöm a figyelmet. Én Nightlord voltam, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!